el kell-e bontani ezt a házat? Fel sem merül. Hetekkel ezelőtt robbant ki Tordai Bence ingatlan botránya. A politikus szerint ő nem hibázott. Először a Metropol számolt be arról, hogy Tordai Bence megtévesztve a hatóságokat a szükséges engedélyek hiányában parasztháznak álcázva építhette második kerületi luxusvilláját, aminek értéke mintegy 150 millió forint. Tordai a 2016-ban megvásárolt telekre a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt, ezért dönthetett úgy, hogy megtéveszti a hatóságokat és azt hazudja, hogy felújítja a birtok területén álló parasztházat. Azonban az e-napló egyértelműen lebuktatta a politikust, ugyanis ebből az derült ki, hogy a régi parasztházat teljesen elbontották és egy új háznak ástak géppel vadonatúj alapokat. A budapesti rendőrfőkapitányság az ügyben pedig már hivatali visszaélés miatt nyomoz. Gyanús, hogy ez az egész kizárólag azért folyik, hogy maguk ilyen kiváló kérdéseket tehessenek fel. Akkor mondja el, hogy mi az igazság? Tehát volt itt egy parasztház, ami egyszer csak eltűnt? Az igazság az, amit leírtam a Facebookon egy nagyon hosszú bejegyzésben. Javaslom önöknek áttanulmányozni, 2,5 oldal, minden releváns kérdésre válaszolok benne. Akkor végül is ezt a parasztházat elbontották, vagy nem, és az szabályszerű volt ennyi a kérdés? Abszolút szabályszerű volt minden, leírtam az egészet, mondom, a Facebook oldalamon, úgyhogy olvasgassák, kövessék be a közösségi média platformokon az összes felületünket, és akkor tájékozottak lesznek a legfrissebb fejleményekről. Nagyjából 150 millió forint volt az, amire a sajtó becsülte ezt az ingatlant. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy önök piaci árakról beszélnek, az építkezés költségei meg sem közelítették ezt a nagyságrendet. Teljesen egyértelművé tettem azt is, hogy miből volt pénzünk ennek az építkezésnek a finanszírozására, eladtuk a lakásunkat, hitelt vettünk fel, minden követhető a vagyonnyilatkozatokból. Egyébként az ilyen vagyonnyilatkozatok sem lesznek már a jövőben a Fidesz döntésének köszönhetően, tehát például a fideszes képviselők vagyonosodása nem lesz már követhető 2022-től kezdve. El kell-e bontani ezt a házat? Fel sem merül.